1 millió eurót adott a francia védelmi minisztérium egy bretányi vállalkozásnak a koronavírus fertőzést kimutató teszt tömeggyártására és továbbfejlesztésére. Az újbegyből vett vért elemzik az eljárásban, és negyed óra alatt megmondják, valaki hordozza a vírust, illetve átesette a fertőzésen, és immunitás alakult ki nála. A teszt a szervezetben a vírus hatástalanítására termelt antitesteket mutatja ki a vérből. Az első fél évben legalább 6 millió tesztet tudunk gyártani, de ezt fokozni szeretnénk, mert hatalmas a kereslet, mondta a cég vezetője. Az így vett mintákat jelenleg laboratóriumokban kell elemezni. A cég olyan változat fejlesztésébe kezdett, amellyel otthon is el lehet végezni a vizsgálatot. A második generációs készletben már minden lesz, hogy ne kelljen szakember a biztos eredmény kimutatásához, ígéri a cég munkatársa. A szervezet a fertőzést követően leghamarabb 5 nappal, legkésőbb 15 nappal kezdi el termelni a vírus leküzdéséhez szükséges antitesteket.